Fél évvel ezelőtti írásomat a nőnevelés fontosságáról még vezércikként jelentették. A Városház tér érkező ünneplőket a Kodolányi János gimnázium diákjainak műsora röpítette vissza az időben 1848 tavaszára. A reformkor célkitűzései március 15-e eseményei és a szabadságharc keretezte annak a 12 főúri lánynak a történetét, akik az 1847-48-as tanévben Teleki Blanka Pesti Lánynevelő Intézetébe jártak. Az idei ünnepi műsor az ő nézőpontjukból idézte meg a forradalom eszméit és történéseit. A virágnak megtiltani nem lehet, Lányregény a szabadsághoz című produkciót Bobori Mihna Boglárka írta és rendezte, és a Színpadka színjátszó csoport tagjai adták elő. A fiatalokat és a belvárosba érkezőket a várospolgármestere köszöntötte. Cserpalkovics András ünnepi beszédében kiemelte, hogy a forradalom napján azt ünnepeljük, amikor a magyar, a fehérvári polgárok közösen cselekedtek. Közös akaratot alkottak, a nemzeti egység ideáját, ha csak egy rövid időre is, de maradéktalanul valóra váltva. Egy nap azonban elhanyagolhatóan kevés idő egy 1000 éves nemzet város életében. Egyetlen nap alatt azonban nemzet, város, közösség nem születik. Ezeket kőkemény, keserves és nagyon is szürke hétköznapok munkájával lehet felépíteni. Vitákon, küzdelmeken, akadályokon átvezet az út az élhető, szerethető, az otthont jelentő helyhez, értsük ez alatt az országunkat, vagy éppen a városunkat. A Fehérvár megyei közgyűlés elnöke az 1848. március 15-i fehérvári események felidézésével kezdte ünnepi beszédét. Molnár Krisztián ezt követően az ország függetlenségének megvédéséről beszélt. 176 év elteltével ugyanazt kell tennünk, mint a márciusi ifjaknak. Újra és újra meg kell küzdenünk szabadságunkért, és újra meg kell védenünk azt. A városházi ünnepséget követően a megemlékezők átvonultak az Ady Endre utcába, és a 48-as hősök előtt tisztelegve helyezték el az emlékezés virágait a Fekete Sas szállófalán lévő emléktáblánál.